Egy újabb csütörtök délután érkezett el, és mi is megérkeztünk hozzátok Kozmakati életút tanácsadóval. Szia, köszöntelek! Szia, szép napot! Mondhatnánk azt is, hogy akkor ez a 2.0 verziója a múlt heti adásunknak, ahol a határtartás volt a fókuszban. Valójában ez mai adásunkat is így övezi, vagy hát valahol egy kiinduló pontként megjelenik. Meddig miénk a probléma? Ebben is érdekes kérdés, hogy vannak-e határaink, és azokat tartjuk-e? Mit gondolsz erről, Kati? Hát azért is hoztam ezt a második adásra, ezt a témakört, hogy lássák az emberek, hogy sokféleképpen megjelenik ez a határtartás. Tehát a szaklapokban és az újságokban nagyon népszerű páros mellett, ugye az empata és a narcisztikus mellett, ott van a probléma megoldó és az én ott sem voltam című emberpáros. Ők is nagyon gyakran egymásra találnak egyébként. Ez úgy néz ki, hogy a probléma megoldó az szintén azért is, hogy elismerjék, azért is, hogy a saját problémáival ne feltétlenül kelljen szembesülni, azért is, mert ő szeretne jót tenni a világnak, mindenkinek a problémáját megoldja. A másik az pedig a saját problémáját se veszi magára, ő minden problémát egy divatos szóval skippel, azaz így lecsúsztat. Tehát olyan, mint egy angolnával élnél együtt, egy ilyen emberrel együtt lenni. Ő semmit. Ha ott van és tetszik neki, jó, ha nem, akkor úgy eltűnik, hogy észre se veszed, hogy mikor párolgott el onnan. És a határtartásnak az egyik nagyon-nagyon fontos kérdésköre az, hogy ki a probléma? A népnyelv a mindenlében kanalaknak szokta őket nevezni, ők úgy érzik, hogy előre viszik a világot. Egyébként nagyban igen, de nagyon sokszor, hogyha nem ismerik a saját határaikat, akkor nem fogják észrevenni, hogy nem minden problémát nekik kell megoldani. Tehát itt is megint az önismeret kérdése a lényeges. Ezek az emberek gyakran tele vannak problémákkal, és elkeseredetten, frusztráltan érkeznek hozzám. Egyrészt azért, mert miért nekem kell megoldani, mert csak egy ideig, amíg van sok erejük és lelkesedésük, addig úgymond sikerélmény és szórakoztató az, hogy mindenkinek megoldják a problémáit, és egy idő után elfogy a szufla, elmegy az energia, és úgy rájuk omlik az élet. Pont ez jutott eszembe, hogy a legnagyobb kérdés, hogy na de meddig lehet ezt bírni? De egyrészt rájuk omlik az élet, másrészt pedig nem mindenki fogja őket kedvelni. Tehát aki pont azok az emberek, akik tudnak határt tartani, azok ezekre rá fognak szólni, hogy hagyjál már békén. Ugye ez a gyerekeknél kicsit kevésbé cizelláltan szokott megtörténni, a felnőtteknél óvatosabban és kedvesebben, vagy éppen direkten, hát hogyha nem érti, akkor nagyon direkten is előfordulhat. És ezek az emberek sajnos jönnek, és megkérdezik, hogy oké, de mi bajuk velem a többieknek? És akkor kezdjük el boncolgatni, hogy föl szoktam tenni a klasszikus kérdést, hogy jó, és milyen problémákkal foglalkozol most? És felsorol 10 embernek alsó hangon a problémáit, és megkérdezem, hogy oké, és ebből melyik a tiéd? Uh-huh. És akkor van nagy csönd, és így elül, és akkor látja be, hogy a felsorolt, mit tudom én, 10 vagy 30 problémából, talán ha egyben ő benne van. Ez pedig hatalmas nagy energiavámpír helyzet tud lenni, hogy nyilván nagyon sok energiát és időt vesz igénybe az, hogy másokkal foglalkozik az ember, mellette pedig az elnyomott problémák, a saját elnyomott problémák is nyilván nyomják a lelkét. Na de hát ebből nem feltétlenül egyszerű tovább menni, tovább lépni, kezelni, de jövünk még vissza hozzátok Kozmakati életút tanácsadóval, és megyünk tovább ebben a témában, hogy segítséget, gondolat, ébresztést kapjatok ezzel kapcsolatban is. Tapasztalatból hallottam én is, hogy lehetnek az ember életében olyan időszakok, amikor túl sok mindent szeretne kezelni, és nem feltétlenül a saját dolgai közül, hanem másé, a közvetlen környezetben talál erre embereket. Na de hogyha ezt észreveszi valaki, akkor hogyan lehet abban segíteni, hogy ez megoldásra lejjen mondjuk mindkét fél részéről? Először, hogyha az ember hall egy olyan nagyon-nagyon frappáns mondatot, amit én egy előadáson hallottam, azóta is borzasztóan hálás vagyok az előadónak, ő azt mondta, hogy először is fogalmazzuk meg, hogy mi a segítség. A segítség mindig az, ami a másik számára segítség, akinek én segíteni szeretnék. És én ezt tovább szoktam fűzni,
hogy ugye azok az emberek, akik ezzel a problémával hozzám jönnek, ők azt mondják, hogy én annyira szeretem az X-et, az Y-t, az Z-t, és mindegyik egy idő után hogy eltávolodik tőlem, és miért. És azt szoktam mondani, hogy figyelj, vegyük úgy, hogy a szeretet az egy kocka cukor. Hogyha te megkérdezed, hogy adjak-e neked egy kávét, és azt mondja, hogy igen, akkor ha te jól kezeled a segítség fogalmát és a probléma kié kérdéskört, akkor megkérdezed tőle, hogy hogyan szereted a kávét. És ha ő tejjel szereti, akkor nem raksz bele cukrot. Csak azért, hogy többet adjak neki, mint amit ő kér. Igen. Igen, és gyakorlatilag, hogyha keserűn szereti, akkor úgy, ha két cukorral, akkor két cukorral. Idomulsz ahhoz, ahogy ő azt a kávét szívesen megissza. Hogyha merő szeretetből teletuszkolom az egész poharat cukorral, és ráöntöm a kávét, az a tuti dugó, hogy nem fogja senki meginni. Mert hogy ihatatlan. És ezeket az embereket erre kell megtanítani, hogy sok a cukor a kávéban. Tehát, hogy derüljön ki, hogy pontosan az a segítség segítsége, amit ő annak igen. gondol. De hogy mondjak egy közöttünk lévő példát esetleg, ugye szoktunk fényképezkedni, mielőtt beszélgetünk. Most gondold el, hogyha én a saját határaimat nem ismerném, akkor azért, mert én téged nagyon kedvelek, és tényleg meglátnék egy ruhát, és megvenném, és elhoznám neked, és azt mondanám, hogy nézd meg, akkor most ezt vedd föl. Na most, hogyha én átlagos mások problémáit is magamra vevő, vagy túl nagyon szerető ember vagyok, akkor itt megállok. Te kínlódni fogsz egy kicsit, hogy hogyan magyarázd el nekem, hogy hát ez nagy vicc volt, de azért mégis legközelebb próbáld meg, nem? Egyszer talán elviseled, mert jó poén. És hogyha... még ha jó ruhát is hoztál, akkor köszönöm. Igen, de hogyha minden alkalommal ezt megcsinálom, akkor egy idő után azért göndörödni fog a hajad. És ugye a simán, aki csak nem ismeri ezeket a határokat, de azért alapvetően mondjuk inkább az empata, akkor ő csak bánkodni fog azon, hogy jaj, biztos nem jó ruhát hoztam. Föl sem merül benne, hogy egyébként neki nem kéne volna ruhát hoznia, mert a te ruhád az a te ruhád, és a te jogod az, hogy te milyen ruhában jársz. A narcisztikus az tovább fog menni, nem elég, hogy hoz neked ruhát, hanem még arra is rápróbál kényszeríteni, hogy azt hordjad. Ne csak akkor, hanem úgy egyáltalán, és vissza fog kérdezni, hogy na hányszor hordtad a ruhát, és marhára meg tud sértődni, ha te azt mondod, hogy egyébként nem szoktam hordani a ruhát, illetve ugye ebből a szituációból adódik, hogy te gombosz lesz a torkodban, hogyha neked azt kell mondani, hogy basszus, nem hordom a ruhát. Tehát ez a különbség egyébként, és azért is mondtam ezt a példát, hogy itt ezeket a finom árnyalatokat, hogy ki hogy reagál, ezeket szépen mindenki be tudja lőni. Aki csak simán nem tudja a problémát hova tenni, az fog neked sok ruhát hozni, és szíven szúrva fogja magát érezni, hogy te nem örülsz neki. Ugye benne most itt az is megragadt, amit mondtál ebben a példában, hogy hát az, hogyha empata az, aki hozza, és akkor ugye nem, tehát ő fogja rosszul érezni magát azért, hogy most úristen nem jót választottam. Tehát hogy a lelkiismeretnek, az önértékelésnek is a helyén kell lennie ehhez az egész dologhoz. Így van, és ez itt egy elég nagy spektrumot, elég nagy, széles variációs lehetőséget tudtunk ezzel megmutatni ezzel a példával, és mindegyiknél ott van, hogy nincs önismerete, nem ismeri a határokat, tehát gyakorlatilag nem lát ki saját magából. Most nekem még az a példa jutott eszembe, a nem szót meghalva, hogy vannak azok is, ugye, akik nem tudnak nemet mondani, és nem feltétlenül ők akarnak egyértelműen segíteni valakinek, hanem már csak azért is segítenek, mert hogy ugye nem szeretnék megbántani, és a többi, és a többi. Ugye ezt még lehet fokozni, és meg is tesszük majd a folytatásban. Jövünk vissza hozzátok Kozma Kati életút tanácsadóval. Vissza is tértünk hozzátok Kozma Kati életút tanácsadóval, tartjuk az időt, a határokat, és amit megígértünk, úgyhogy jövünk is, folytatjuk a mai részt. Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik nem tudnak nemet mondani? Ők milyen szemszögből sorolhatók ide, vagy sorolhatók-e a határaikat nem ismerő emberek közé? Nagyon jó, ők is ide sorolhatók, tehát teljesen beleillenek abba a csoportba, akiknek megpróbálunk segíteni. Van ugye az, aki ha kell, ha nem beleavatkozik mások életébe, mert ezt úgy hívják, hogy megmentői komplexusa van. És aztán vannak olyanok, akik csak egyszerűen jól tudnak meghallgatni,
ugye ezt sokan ismerjük, a lelki szemetes láda kifejezést, illetve nagyon jól tudnak szervezni, és sokan fordulnak hozzájuk. És hogyha nem ismerik a saját határukat, és nagyon szeretnének jók lenni a többiekkel, akkor ők is kerülhetnek olyan szituációba, hogy egyszer csak észreveszik, hogy saját magukra egyáltalán semmi idejük nincsen, hullafáradtak, vége, és általában itt szokott egy jó visszajelzés lenni, hogyha az illetőnek vannak valódi barátai és családja, akik szólni fognak, hogy ha-hó, túlmentél. Ez néha még velem, még most is, ugye a sok minden van az ember érdeklődésében, lehetőségek, ez is egy kicsit kérdez, az is egy kicsit kérdez, és akkor néha azon veszem észre magam, hogy kipurcantam. Ilyenkor kell megállni. Az ilyen embereknek meg kell tanítani, hogy vannak határok, vannak az én magán óráim. Amikor hétvége van, amikor este van, akkor ezeket nekem, mint terapeutának kell nagyon szigorúan betartatnom, hogy bizony, nagyon indokolt eset kivételével én szeretnék pihenni. Nyilván azok, akik hozzám jönnek, és ezt elkezdem nekik tanítani, azok, ezt általában vannak technikák, hogy megnézzük, hogy mik a nyugalmi órái vannak-e egyáltalán, és akkor rá fog jönni, hogy egy fél órája nincs magára. És akkor át kell beszélni vele, hogy egyáltalán hogyan tudna erre időt keríteni, mi az, amit szeret csinálni. Erre olvastam egyszer azt, hogy egyébként az én idő az nem feltétlenül kell, hogy egyedül történjen, csak hogy legyen egy olyan idősáv az ember életében, amit, vagy egy adott héten, egy adott napon, amit majd akkor arra fordít, ahogyan szeretné. A lényeg, hogy ne legyünk betáblázva mindig, tehát hogy valahogy ez, ezzel függ össze. Igen. Igen, lehet úgy is mondani, hogy legyen egy olyan nap, amikor el tudom intézni azt, amit kell, és ne kelljen rohannom sehova, vagy legyen egy olyan óra, amikor velem foglalkoznak, és nem én foglalkozom mással. Tehát ez teljesen nagy keretek között tud mozogni, hogy mi ez az én idő, de hogy ez, ennek legyen formája, legyenek határai, nem tudom máshogy mondani. Nem véletlenül jön vissza ez a szó. Igen, általában azok az emberek, akik elkezdik keresni a saját határaikat, mert ők segítők, és azért mégis meg kéne a saját én idejét is tanulni, és tartani, azok abba fognak botlani ilyenkor, hogy rögtön rá fogja mondani a környezet, főleg az, aki ezt borzasztóan ki tudja használni. Van, aki akarattal, van, aki csak észre se veszi, hogy kihasználja a másikat, hogy olyan önző lettél. Megváltoztál, furcsa vagy. Nem, egyszerűen csak saját maga is szeretne lenni. Nyilván, hogyha tudják, hogy én vagyok-e mögött a dolog mögött, és én tanítom a másikat, akkor mindenfélét szoktak gondolni rólam. Ez egy idő után azért beszokott állni, amikor a környezet megszokja, hogy nem fordult ez az ember ki teljesen önmagából, egyszerűen csak igényli azt, hogy észrevegyék, hogy ő nem egy transzparens segítőgépezet, hanem ő is egy ember, akinek szüksége van figyelemre és időre. Egy kis időt most mi is hagyunk nektek, hogy átértékeljétek, átgondoljátok az eddig hallottakat, aztán hamarosan visszatérünk hozzátok Kozma Kati életút tanácsadóval. Visszatértünk Kozma Kati életút tanácsadóval, hogyha a mai adásunkat nézzük, ugye akkor főként azt vettük így középpontba és szemügyre, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha valaki túlzottan probléma megoldó szeretne lenni, nem szeretne, hanem ő konkrétan mondjuk már az is, a határtartással függ össze, és ugye ez a határvonal, meg ez az egész téma már szóba jött múlt héten is, most ha így komplexen átvesszük, vagy átgondoljuk ezt az egészet, vagy hogyha a hallgatók számára is így összefoglalnánk, akkor azt hogyan lehetne a legjobban megtenni, Kati? Hát elég széles a paletta, mondhatnám, hogy ez annak a bizonyos színnek a nagyon sok árnyalatát föl tudjuk mutatni. Egészen onnantól kezdve, hogy nem ismerem a határokat, illetve a más határát nem, egyszerűen nem bírom figyelembe venni, mert nem látom. Ő a narcisztikus, aki utána rá is kényszeríti az akaratát. Aztán van ugye az, aki megoldja mindenkinek a problémát merő szeretetből, akkor is, ha nem kérte. Van az is, aki borzasztóan szenved attól, hogy meg kell oldani másoknak a problémáját, pedig ő azért már valamennyire tud határt tartani, tehát ő nem mindenbe mancsolna bele. És ugye a
másik véglet, az meg még van az is, aki érzi, hogy valami nem stimmelt, valamiben rosszul nyúlt bele, és lelki ismeret furdalása van. És ugye van a másik véglet, aki meg szépen, azt úgy szokták mondani, hogy delegálja a problémát, tehát a saját problémáit is kiosztja, és megcsináltatja valakivel, sőt, van olyan, aki még a saját érzelmeit sem éli meg, hanem olyan helyzetet teremt, hogy a többiek játsszák le, veszekedjék le, dünnyögjék le. Fú, ez nagyon komplex, de most így felmerül bennem talán erős kérdés, hogy hát milyen élet az ilyen, ugye, amikor valaki úgymond nem él meg semmit. Tehát ezzel is lehet találkozni. De megéli ő, csak áttételesen, szemlélőként. Uh-huh. Ők az ugye itt sem vagyok, én nem csináltam semmit. Ők pont az ellentétje a narcisztikusnak, aki aztán beleveti magát, és mindent ő megcsinál, vagy hát ő ledirigálja idézőjelbe. Ez a másik fele, ő pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett valószínűleg lelkileg, hogy ő már nem hajlandó részt venni. Tehát ő a másik véglet. Rendezőként akkor a színészeknek elmondaná, hogy mi hogy fog történni, és megnézi. Igen, csak hogy ugye itt sincsen határ megint, mert a saját határait elmossa. Úgyhogy egészen széles a repertoár. Nyilván ezekre vannak pszichológiai szakkifejezések, amiket én direkt nem rakok ide bele, mert nem az a cél, hogy pszichológiai tovább képzést tartsak, hanem hogy ötleteket, illetve impulzusokat adjak, hogy az emberek észrevegyék magukon, másokon ezeket a dolgokat. Wow, hát tényleg azt gondolom, hogy ez is egy nagyon összetett, komplex téma volt, és nagyon sok minden juthatott át nektek, hallgatóknak. Közben pedig, hogyha kérdeznétek, tegyétek meg bátran, teljesen anonim módon, ugye a már megszokott kérdőívünknél. Kati, neked pedig ezúton is, és ezúttal is köszönöm, hogy ennyi mindent megosztottál velem, legfőként pedig ugye a hallgatókkal. Nagyon szívesen. Találkozunk jövő héten csütörtökön, várunk titeket akkor is. Sziasztok!